Kilencedik fejezet Kérn az oltárhoz láncolta és ott hagyta. Fenris jóval azután jött be, hogy Elin magához tért. Még mindig szivárgott a vér a lábából, a talpából. Kér nem szedegette ki belőle az üvegszilánkokat. Nem egy farkas lépett be a kőterembe, hanem egy hím tündér. Fenris minden egyes lépése eleget mondott, de aztán Elin belenézett üres szemébe, látta, milyen hamusszínűvé vált máskor aranyszínű bőre. Ferris a semmibe merett, még akkor is, amikor megállt ott, ahova Elint láncolták. Elin szavakhoz nem folyamodhatott, nem volt benne biztos, ki -e hang még egyáltalán a torkán, ezért pislogott hármat. Jól vagy? Válaszkép két pislantást kapott. Nem. Ferris arcát sósávok szelték ketté. Elén lánca megcsörrent, ahogy remegő ujját a hím felé nyújtotta. Ferris némán megfogta a kezét. Elén tátogott, bár persze a maszk miatt Ferris valószínűleg nem olvashatta le az ajkáról a szavakat. Annyira sajnálom. Megszorította Elin kezét nem gombolta be felül szürke kabátját, épp elég széles volt a rés ahhoz, hogy kilátszódjon izmos feltű, felső teste, mintha annyira sietett volna, hogy nem érdekelte a ruházata. Elin gyomra felfordult, a gondolatra, hogy mit kellett tennie, miközben az ikertestvére holteste még mindig ott hevert mögötte a veranda kőpadlóján. Nem tudtam, hogy ennyire gyűlöl szólalt meg Ferris reszelősen. Elin megszorította a kezét. Ferris lehúnyta a szemét, reszketve szívta be a levegőt. Mév csak annyit engedett, hogy kiszedegessen belőled az üvegszilánkokat. Ha kiszedtem, akkor... Akkor vissza kell mennem oda. Állával a fal rész felé bökött, ahol általában ülni szokott, Elkezdte végignézni elén lábát, de ő ismét megszorította a kezét, és kétszer is pislogott. Nem. Maradjon csak ebben az alakjában még egy kicsit. Hadd gyászoljon hímként, nem farkasként. Maradjon csak ebben az alakjában még egy kicsit, hadd halljon ő is baráti hangot, hadd érintse valaki gyengéden. Sírva fakadt. Képtelen volt megállni, képtelen volt megállt parancsolni neki, miután kitört belőle. Gyűlölt minden egyes könnyet, minden egyes reszketek lélegzetvételt, minden egyes rándulást, amitől iszonyú fájdalom hasított a lábába, a talpába. Kiszedem őket. Jelentette ki Ferris, és Elin még csak el sem mondhatta neki, bele sem foghatott a magyarázatba, hogy nem az üveg miatt sír, nem amiatt, hogy a bőre és a húsa felszakadt, hanem mert nem jön. Róven nem jön el érte. Örülnie kellene. Meg kellene könnyebbülnie. És tényleg meg is könnyebbült. Mégis, mégis. Ferris előhúzott egy csipeszt a készletből, amit kérne közelben álló asztalon hagyott sietek, amennyire csak tudok. Elin olyan erősen harapott az ajkába, hogy kiserkent a vére, elfordította a fejét, amikor Ferris kihúzta az első üvegszilánkot a térdéből. Hús és izom szakadt fel újra. A só elnyomta a vérszagát, és Elin tudta, hogy Ferris is sír. A könnyeik illata betöltötte az aprócska helységet, miközben Ferris dolgozott, egyikük sem szólt egy szót sem.